Sziasztok! Merhaba! Sziasztok! Üdvözlünk titeket a mai videónkban! Sziasztok! A mai nap! Várjunk! De mi ez a fejhe? Sziasztok! Üdvözlünk a mai vlog videónkban titeket! Hát képzeljétek el, hogy hajnali 5 óra van, mi fenn vagyunk, és készülünk valahova sógornőmmel. Nagyon csúnyán nézünk ki, de hamarosan átalakulunk, hiszen megyünk a... szemöldök tetoválásra. Igen. Mára van időpontunk szemöldök, hogy tetováltatni megyünk. Bocsánat az össze-vissza kusza szavakért, mert még nagyon reggel van. Úgyhogy őszintén szólva nem aludtunk amúgy semmit. Nézzétek meg, milyen karikások a szemeim. Majd a buszon alszunk. Igen, busszal fogunk bemenni. Debrecenbe, aztán még átszállunk egy helyen, ezért keltünk korán, úgyhogy lássunk is neki a mai sétafikáknak, illetve a mai történésünknek és a mai átalakulásunknak, mert nagyon reméljük, hogy szép szemöldökünk lesz, és bízunk benne, és tudjuk, hogy nagyon pacek szemöldököt fog nekünk csinálni. Kriszti. Na hát én kipróbáltam ezt a köntösös köntös. Nem tudok beszélni, reggel van, még nézzétek el nekem. A köntös és hajgöndörítéses tévákat. Igen, ez a hő nélküli. És hát én lett a hajam. Hát szerintem magáért beszél. Nem tudom, szerintem felkötöm, már nincs kedvem most reggel így vasalgatni. Direkt este csináltam meg ezt a dolgot, hogy reggel ne kelljen vasaljam a hajamat, de hát lehet, hogy ki kell. De hát inkább nem, inkább felkötöm, én nem kilódok. Gyerekek, én sem fogom kivasolni a hajamat. De nekem ehhez még nagyon reggel van. Mert vampír életmódot élünk, és nem aludtunk semmit, és nagyon fáradtak vagyunk. Amúgy nézzétek meg itt, milyen csúnya, undorító patarás nőtt most nekem ide az államra. Hát, ezzel is meg kell virkózzak. Na jó van, készüljünk el, és ígyunk egy kávét, mert kiugrik a szemünk az álmosan. Hat óra van, nézzétek, mi egy korom sötétség van, és mi? Indulunk is útnak. Szinti, mit csinálsz még? Annyira álmos vagyok, hogy kiugrik a szemem az álmosságtól. Reggel 6 óra van, és most nagyon indulunk. Hideg. Nagyon hideg van. Szakad az eső, úgy néz ki. Kemény út elé nézünk most. De amúgy mire várunk? Induljunk, amúgy el ki fogjuk késni a járatot, azt utána a gatya van. Nézzük az időt. Szinte a kinti világ nem kapcsolod le? De most azért. Na visszafordultunk, mert olyan katasztrofálisan hideg van, esős idő, hogy Stefán visz fel minket a buszig, aztán Stefán szalad is haza, mert még a kislány alszik, amíg korán van. És otthon kell, hogy legyenek vele. Úgyhogy gyerekek, nagyon komoly idő van. Jó, feláldozzuk magunkat a szemöldökünk és szintén. Na már itt is vagyunk a buszon, már most mi kettőjét sem vagyunk, nem sokára Debrecenben. Hát amúgy sokan vagyunk, szóval állunk. Végigálljuk ezt a menetet. De nem túl vészes amúgy. Már beszorultunk ide. Hú, a hajam milyen kócos. Nem baj? Úristen, nagyon reggel van még gyerekek. Nagyon. Na gyerekek, leszálltunk. Itt vagyunk. Debrecenben vagyunk. Autóbuszváróterem. És most fogunk felszállni a második buszra, amit Sámsonba fog minket vinni. Sámson kertbe. Amúgy pontosabban oda megyünk. Hát igen. Úgyhogy hamarosan visszajelentkezünk. Hamosan visszajelentkezünk. Tudjátok, amikor még úgymond még
fiatalabb voltam, akkor az volt a cél, hogy akármilyen jó, akármilyen rossz idő van, jól nézen ki az ember. Most már ugye már felnőttem, vagyis már idősebb lettem. Most már az a cél, hogy ne fogyjak meg. Szóval konkrétan. Az most már nem érdekel, hogy hogy nézek ki. Jó nézek. Mint egy haulabda. Mint egy izé. Mi az már, Camilla? Hold. Tudod mi az? Tudod, ami kerek? Hóember. Vegyél csak így, Camilla. Te egy hóember. Nem igaz. Jó néz ki. Pacek. Na, majd jelentkezünk. Mizus, hogyan tovább? Hú, de csúnyán nézek ki, basszus. Hát gyerekek, nagyon nem sokat kellett várnunk. Ahogy leszálltunk a debreceni járatról, egyből fel is szálltunk a Sámsoni buszra. Sámsoni buszra. És az a dolog van, hogy megmondjuk őszintén, sose voltunk még Sámsonba. És aggódtunk a dolgok miatt, és ezért kertünk korán, 5-kor, hogy minden pacak legyen minden időben, két átszállás, meg tudjuk oldani. De nem lesz gond, ott leszünk. Így van. Most nagyon pacakok vagyunk. Keresünk egy kis jó kis boltot, ahova be tudunk menni. Reggelizünk. Iszunk valami kávét, vagy valami hasonlót, mert ugye nagyon-nagyon nem volt időnk semmire, csak összekaptuk magunkat, azt már jöttünk is. Úgyhogy meg elszívunk még egy cigit, úgyhogy mindjárt folytassuk még. De nagyon hideg van. Vagyunk ez a megmentőnk. El is készítettük. Elmentünk a boltba, vettünk magunknak egy kis kiflit? Zsömlét. És megcsináltuk magunknak, és most meg fogjuk elézni. Kiszedtük, tudjátok, biztos, hogy nem egy-kettőt csinálták már azok, akik iskolába jártak annó, hogy kitépték a zsemlét, bele a jó sajtkrémet, utána bele a szalámit. Vettük magunknak jó heles kávét. Igaz? Így van. Meg izét vettük magunknak még ilyen csokis témákat. Jobban vagyok már. Már a gyomros már eszik, már jobban érzi magát. Már pacak minden. Na fiúk, lányok, ettünk, ittunk. És most a jó megérdemelt kávék. Nulla alvással. Igen. Very so good. Perfect. Bár nem tudom, hogy az mit jelent. Elszívunk egy jó cigit. Az baktálós minden. Amúgy velünk nincsen bírás, nem azért mondjam. Amúgy bárhova világba eljutunk. Szó szerint. Idegen helyeken mászkálunk, gyerekek. Boltba megyünk, megállunk egy padon, leülünk, eszünk, minden nyugisan. Azt már meg is jöttünk a célállomásba, gyerekek, és két lábbal, meg egy busszal, kettő busszal. Gyerekek, átalakulás, elkészültünk! Szakad a hó, és most megyünk hazafele. Egyébként nulla alvás van bennünk, úgyhogy azért ilyen fekete a szemünk alja. Stop, második nappal szemöldöktetőválás után. Ilyen, így néz ki, és elkezdett már most hámlani. Most 8-án vagyok vissza korrekcióra, és csatolni fogom nektek, hogy hol csináltattam a szemöldökömet. Nagyon ügyes, Kriszti a neve, nektek a szintiét. Igen, már az enyém is kezd hámlani, vagyis hámlásnak indult. Második nap. Igen.
sziasztok! Negyedik nap után vagyok a szemedet tetoválás után. Nézzétek, elkezdett hamlani, nem tudom, hogy mennyire látszik, mindjárt ide jövök a fényre. Kezdett hamlani, úgyhogy várjuk a teljes végeredményt, mikor ledobja magáról. Arról még nem nagyon beszéltem nektek, hogy mennyire is fájt. Egyébként nem fájt, tehát nekem teljesen nem fájt, ez a tetoválásom se fájt, úgyhogy kinek milyen a fájdalom küszöbe, egyáltalán nekem nem fájt. Nagyon ügyesen megcsinálta, úgyhogy nem is éreztem szinte semmit, előtte bekent egy krémmel, ami egy kicsit érzéstelenítette. Amit még akarok mondani, hogy ezt körülbelül pár napig vizes koronggal elkezdtem törölgetni, amitől így elkezd hamlani, majd utána fogom a hamlasztó krémmel kenni. De egyébként amúgy mindent mond nektek, úgyhogy... Egyébként a harmadik és negyedik nap után kezdett el hamlani, én úgy vettem észre, hogy a harmadik és negyedik nap után, most vagyunk a negyedik napba. Egyébként nem tudom, miket beszéljek. És egy hét után fogjuk látni elméletileg a teljes eredményt, úgyhogy egy hét után ennek elméletileg le kell, hogy jöjjön róla. Úristen, nagyon nem jól nézek ki! Violka! A szemem alatt mindig ilyen fekete. Aha, tényleg elkezdett hamlani, de ez lehámlik, akkor világosabb lesz, igaz? Igen. Egyébként amúgy jövünk nektek egy összeköltözős vloggal, hiszen már én itt vagyok Violkával, és a következő vlogvideó az arról fog szólni, úgyhogy majd mindenféleképpen nézzétek meg azt is. Na szóval amúgy ennyi is lett volna ez a videó, nagyon rövid videóra sikeredett. Hogyha meg lesz, srácok, ezen a videón a 2000 like, akkor velünk fogtok tartani az piercing szórásomon. Igen, ugyanis a következő videómban az összeköltözésünkről fogtok látni egy kis részletet, úgyhogy mindenféleképpen legyetek réseken, meg legyetek résen. És iratkozzatok fel Kamillának meg az én YouTube csatornámra, és ide majd be fogjuk válni mind a kettőnek a YouTube csatornáját, mert jövünk nektek szájfeltöltős videóval, meg hát mindenfajta vloggal, mukbang videókkal. Szóval a helyetekben még a csengőt is megnyomjam, hogy véletlenül sem maradjatok le semmiről. Igen, úgyhogy iratkozzatok fel a YouTube csatornára, ha tetszett, lájkoljátok ezt a videót, és csatolni fogom nektek a leírásba, aki készítette nekem a szemöldököt, imádom. Puszillak. Imádom, szeretem. Gyerekek, ilyen lett amúgy egyébként a szemöldököm. Ha ti is akartok, ilyen szemöldököket magatoknak. Kozsa. Én is megyek majd hozzájuk. Igen. Na, ennyi lett volna ez a vlog videó, Kamillának a vlog videója. Puszilunk mindenkit, egy szép napotok. Sziasztok! Sziasztok!